A segítséggel a régészeti feltárás visszatemetése a több napos munka helyett egy nap alatt fejeződött be. Erről számolt be nekünk Horváth Ádám hadnagy. Ez a mai alkalom, ahogy itt megmutatkozunk, tulajdonképpen ez ebben az évben a második alkalom. Ugyanakkor ez az első év, hogy itt járunk az ásatás területén, és az első alkalommal gyakorlatilag a régészeknek, ugye a gyeptégla, illetve a földkitermelésben nyújtottunk segítségnyújtást, jelen pillanatban pedig, ahogy látható, a föld visszatemetésében nyújtunk segítséget, annak érdekében, hogy az ásatásvezető, akivel ugye jó ismeretségben vagyunk egymással, segítséget nyújtsunk annak érdekében, hogy a részére meghatározott időintervallumba beleférjenek. Jelenleg egy 20 fős létszámmal vagyunk itt, és úgy nyújtunk segítséget. A legjobb tudomásom szerint a tavalyi év legvégén, amikor ugyanez a munkálat csak a régészekre hárult, akkor 3 fő állt rendelkezésre, aki 3 napi munka alatt temette vissza ezt a feltárt szelvény mennyiséget. Ehhez még csak annyit, hogy a jelenleg feltárt szelvényeknek a mennyisége, mondjuk úgy, mint négyzetméterben, az rekordmennyiségűnek mondható. Ez mind köszönhető annak, hogy mivel tudtak velünk számolni, hogy jövünk segíteni, így már ugye messzebbre is mertek menni, mélyebbre mertek menni ugye a feltárás tekintetében. Addig a rétegig, ameddig a régészek lejutottak, ugye az mint egy lelet, mint mélység, értsük ezt így, ugye hogyha az ki van téve az időjárás viszontagságainak, akkor az beázik, felreped és nem olyan minőségében lesz feltárható, mint lenne, hogyha a föld az lefedi. A rajtam múlik, terveim szerint, mivel hogy mutatkozik rá érdeklődés is, mi úgy gondolom, hogy nagyon szívesen nyújtunk segítséget az elkövetkezendő években is, de természetesen a feladat az első. Berta Adrián régész elmondta nekünk, hogy az elmúlt 11 évben szisztematikusan tárták fel a Dombóvár romjait, jelenleg a keleti várfal részben feltárt szakaszait tervezték befejezni. Befejeztük az idejévi régészeti ásatásunkat, közel 1000 négyzetméter nyitottunk meg felületeket. Az északi épületszárny, az egykori északi épületszárnynak a területén, tovább a déli épületszárny keleti végében, valamint folytattuk a kaputoronynak a feltárását is. A feltárási munka befejeztével most temetjük vissza a feltárt szelvényeket. Váról nagyon kevés írott adatunk maradt meg, viszont a legértékesebb leírás az a 17. század legvégéről származik, miután Eszterházy Pál herceg megszerezte a területet. Ezután az egyik emberével egy viszonylag részletes leírás készített az akkor már romos állapotban levő várról, és ebből ismerünk olyan építészeti részleteket is, amelyek ugye az 1702-es rombolás miatt ma már nem láthatóak, és idén az északi épületszárnynak a keleti végében sikerült találnunk olyan részleteket, többek között a leírásban szereplő pincét is, amelyeket korábban nem ismertünk. Elsősorban a még ismeretlen építészeti részletekre koncentráltunk. Az elmúlt 11 év alatt nagyjából sikerült feltérképeznünk a várnak a kiterjedését, alaprajzát, és az idei év folyamán is ennek a finomításán dolgoztunk, hogy minél több olyan részletet tárjunk fel, amelyekkel minél pontosabb képet kaphatunk az egész építményről. A dél-dunántúli Dombóvárát 1310-ben említik először az írott források. Jelenleg az árkok és sáncok vonalai, valamint 2 falmaradvány látható az egykori várból. A nyugati oldal közepén hatalmas lakótorony emelkedett, az északi és a déli oldalon pedig alápincézett lakóépületek álltak. A várat vizesárok vette körül, melynek nyomai még ma is fellelhetőek.